Amikor az ember felismeri azt, hogy mi az, amiben talán vannak gyengeségei, vagy amitől tart, akkor azzal kell foglalkozni. Mert hogyha arra képes vagy, hogy egy utatot végigjárj, akkor utána tényleg azt tudod mondani, hogy ezt én most megcsinálom, ezt el nem veszi tőlem senki soha büdös életben, ez mindig az enyém marad. Minden kapcsolatunk, beleértve a párkapcsolatunkat is, egy új lehetőség arra, hogy saját magunkat másmilyennek éljük meg. Milyen különbség van a között, hogy azt mondod egy gyereknek, hogy buta vagy, vagy az, hogy amit csinálsz, az most butaság? Bár én még azt gondolom, hogy abban is ott van a minősítés. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mondhatom azt, hogy ne, ugye ha azt mondom, hogy buta vagy, akkor a személyét minősítem, az a legrosszabb. Tehát hogy abban teljesen igazad van, hogy az a lehető legrosszabb. Üdvözlünk mindenkit a Nem beszélünk zöldségeket podcast sorozat újabb epizódjában, és ahogyan megszokhatták már itt a sárga örök kanapén beszélgető társaim is, örökök, én Liptai Klaudia vagyok, itt van velem Farkasházi Réka és Mor Bernadett Bedi. Sziasztok, csajok! Sziasztok! És az is örök, hogy mindig van egy szakértőnk, aki az éppen adott témában segít minket, inspirációt ad, és megpróbál egy picit talán jó útra vezetni minket. Viszont mindenekelőtt szeretném megköszönni, hogy ilyen sokan néznek minket, és hogy ennyi pozitív visszajelzést kaptunk. Ettől megnő az önbizalmunk. Hurrá! Ugye? A mai témánk az önbizalom, és azt gondolom, hogy ez az a dolog, vagy ez az a kérdéskör, ami mindenkit érint a világban. Akár gyermeket, akár felnőttet, bár valószínűleg teljesen máshogy állnak hozzá. Na, lányok, kinek... Mekkora az önbizalma? Igen. Ti teljetek. Vagy ez változik akár egy napon belül is. Szerintem igen. Ez olyan, mint a tehetség. Az sem állandó, nem? Meg az élet bizonyos területein más. Mert én anyaként nagyon magabiztos vagyok, van önbizalma. Mindig? De azért, minden szituációban? Igen. Azt gondolom, igen. De egyébként nőként, vagy színésznőként meg sokszor sok helyzetben kevésbé van. Tehát akkor az önbizalom, de hogy alapvetően, hogy fontos része, vagy szerinted mennyire fontos része az emberi életnek, hogy legyen önbizalmad? Szerintem nagy előny, hogyha valakinek van önbizalma. Szerintem ez alapkérdés. Tehát akkor nem tudsz hatékony, nem tudsz élni. És én gondolkoztam ezen a dolgon, és az jutott eszembe, hogy amikor jártam a tanfolyamra, a szertartásvezető tanfolyamra, ott azt mondták, hogy akkor tudunk... Tehát akkor lesz önbizalmunk, akkor tudunk hatékonyak lenni, hogyha tudjuk, hogy mit akarunk, és azt hogyan akarjuk, és utána ezt kigyakoroljuk. Tehát ez szerintem az élet bármelyik területére rá lehet vetíteni, tehát hogyha tudom, hogy mit akarok, hogyan, és azt egy párszor megcsinálom, tehát lesz egy kis rutinom benne, azáltal önbizalmam is lesz. Volt egy felmérés, ami szerint a férfiaknak az önbizalom a sikerességet jelenti, a nőknek az önértékelést, a gyerekek meg, hogyha valamit meg tudtam csinálni. Tehát, hogy nem feltétlen, ugye, és egyébként is a gyerekeknél szinte mondhatjuk azt, hogy velünk született az önbizalom. Egy gyerek, persze már attól függően, hogy milyen családban nő fel, ez is egy nagy kérdés, hogy honnan jön ez az önbizalom, de hogy egy gyerek az mer hinni a Mikulásban, az mer táncolni, és ez nem is kérdés számára, hanem jön belőle ösztönösen. Meg magába is, hogy hát szerintem én ezt meg tudom csinálni. Meg és hogyha csak, így áll hozzá, ha van képe, el tudod képzelni, akkor meg is tudja csinálni. Nem csak, hogy milyen családban nő fel, hanem milyen kulturális környezetben. Tehát az angol száz országokban, gondoljátok, hogy pár tíz évvel ezelőtt milyen furcsa volt, amikor folyton azt hallgattuk, hogy mondjuk egy amerikai filmben, igen, hogy mindig azt meg, hogy jaj, nagyon ügyesen csinál. Tehát mindig nagyon pozitívan megerősítették a gyerekeket. Ma már Magyarországon van ennek is egy pici hagyománya, de a mi gyerekkorunkban nem volt. Ez egy nagyon fontos kérdés szerintem. Én úgy gondolom, hogy amikor az én anyám azt mondta nekem, hegyem a szívét, és mindig hálás leszek az ő életért, de amikor azt mondta, hogy kislányom, ne énekelj, mert pakali havis vagy, az egy életre elvette a kedvemet, és egyszer csak felnőttként jöttem rá, hogy én erre képes vagyok. Bizony. Egy mondat, egy kép, hát lássuk be, az egész életünk ezek a képekből áll, és tudjuk, hogy mi az a pillanat az életünkben, amikor ez elszállt, és mi az, amikor hagynak. Tehát amikor én elkezdtem a tévézést, és hagyták, hogy olyan legyek, amilyen vagyok, senki nem szólt, hogy most miért nem vagy vékonyabb, most miért nem vagy magasabb, most miért nem vagy szebb, most miért nem vagy ilyenebb. Akkor egyszerűen volt egy olyan önazonosság, amivel én tudtam dolgozni, és
Nem, mert nem azt figyelted, hogy úgy is, hogy mit szólnak, igen, hanem az egy segítség. Ez egy érdekes gondolat, mert te is azt említetted, hogy amikor hagyták, tehát bíztak benned. Ha az emberben bíznak, akkor sokkal könnyebb magadban is bízni, de ez ugye oda visszaható tényező szerintem. Tehát, hogyha egy teljesen önbizalomhiányos emberben, szerintem más sem akar bízni. Tehát, hogy ez egy nagyon szerencsés együttállásnak kell, hogy legyen. Meg hát azt gondolom, hogy az évekkel, meg a tapasztalatokkal együtt ez fejlődik. Én ebben biztos, hogy nagyon sokat mentem előre. Na, ez is egy nagy kérdés, hogy mi az, amivel ezt lehet fejleszteni, hogy hogyan tudsz változtatni, lehet-e valójában változtatni ezen? Mert vannak-e olyan beégett, vagy beállt dolgok, amivel nagyon nehéz mit kezdeni. Én például újra és újra és újra el tudok bizonytalanodni önmagamban. Tehát jön egy rossz feedback, például amit pont az elején elmondtam, hogy ha pozitív a visszajelzés, akkor az ember elhiszi, és akkor a szárnya az. És abban a pillanatban azt mondják, hogy figyelj, ez lehet, hogy mégsem olyan jó. De nem mindenkinek van így. És akkor azonnal elkezdesz gyanakodni, hogy lehet, hogy de ez nem biztos, hogy baj, Klaus, szerintem. Én mindig azt szoktam mondani, hogy akkor van baj, ha az ember elkezdi túlságosan komolyan venni saját magát. Ez is jó, igen. Mert hogy akkor valahogy elveszik az emberi mi voltja. De, vagy a perfekcionizmus, de nem? Tehát, értem. Túlságosan a tökéletességre amit csinál, az sem jó. Amit csinál, azt vegye nagyon komolyan. Csak saját magát. Hát, nem tudjuk magunkat néha megszeretgetni, hogy oké, te is hibázhatsz, neked is van lehet rossz napod. Hogyha nem tudjuk elfogadni, hogy nem mindig minden 100%-os, akkor biztos, hogy sokat csalódunk magunkban. Igen, de vegyünk egy példát. Tehát, hogy mennyire egyszerű nem, hogyha valaki, mint kés a vajban, ilyen nincs, egyébként emlékeztek, nem tudom, a Barbara Streisandnak és a Robert Redfordnak volt az Ilyenek voltunk című film, és abban van egy mondat, amikor azt mondja a Streisand a Robert Redfordról, hogy olyan vagy, mint az országot, túl könnyen kapsz meg mindent. És hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha könnyen kapsz meg mindent, akkor tudod-e értékelni. Szerintem ez is egy embertípus, mert van, akinek meg nagyon jót tesz. Tehát, hogy sokkal inspiratívabb leszel. Tehát, hogyha sikered van, akkor a következőbe is belemersz vágni. Tehát, hogy azért ez tudja magával vonni azt, hogyha egy jó értékrended van, az nagyon sokat tud segíteni. Például mi az, ami szerintetek a legrombolóbb az önbizalomban ma? Akár a mérgező munkahelyi légkör, akár a testkép problémáknál. A média szerintem ezt akartam mondani, hogy túlságosan egy olyan képet vetít elénk mondjuk a külsőségekre vonatkozóan, ami nagyon sokaknak nem elérhető, vagy egyszerűen annyi félék vagyunk nők, hogy nem tudunk egy típusnak megfelelni, és nem is kell. Igen, ez nagyon szerteágazó téma, hogyha a női kérdés, tehát a női önbizalomról beszélünk, akkor én saját magamon tapasztalom, hogy mennyire romboló az, amit az Instagram, a Facebook és egyáltalán a média mutat a világról, a nőiségről, hogy milyennek kéne lenni nőként. Ebben hát, vagy amit az előbb mondtam, hogy a perfekcionizmus, tehát hogy mindennek tökéletesnek kell lenni. Nem, semmi sem tökéletes, és úgy tökéletes, hogy nem tökéletes. Hát és mégis beleesünk azért ennek a csapdájába. Nagyon nehéz ebben a világban élünk. Igen. Van egy nagyon konkrét példám, amikor a Rebekát szültem, tehát a középső gyerekünket, akkor elkezdtem dolgozni a televízióban, és 4 hónappal a szülés után 4 vagy 5 címlap fotózásom volt, és akkor jött az akkori menedzserem, és hozta a hasleszorítós bugyit a hashoz, és ettől is szoptattam, hát akkor szültem, hát eleve rosszul éreztem magam ezekben a cuccokban, és ott álltam, és akkor a fotós megkérdezte, hogy babát vársz? És így rám zuhant az egész, és azt mondtam, hogy mi van, gyerekek? Mert hogy elkezdtem marcangolni magam, hogy úristen, hogy nézek ki, és aztán meg azt gondoltam, hogy nem ár. Én 7 évvel születése után is hasleszorítós bugyit. Tehát végül is az a jó, hogy szerintem az a jó ebben az alkatban, hogy ez bármire rá lehet húzni. Nálad nehezen. De várj. Szóval, hogy, és aztán elkészült a címlapfotó, ahol gyönyörűen kiretusáltak, csodálatos alakot csináltak, és akkor az jutott eszembe, hogy mondjuk a éppen frissen szült anyukának milyen érzés látni ezt a képet, ami ráadásul nem is igaz. Uh-huh. Tehát, hogy azt mondom, hogy ez a mi felelősségünk is egy picit, hogy mit hagyunk és mit mutatunk. Nagyon-nagyon romboló lehet egy nő önbizalmának. Azért az, hogy például, hogyha most nem csak a testképről beszélünk, hanem például tényleg, amit mondtam, ez a mérgező légkör, hogyha egy olyan kapcsolatban ragadnak emberek, amiben a saját önbizalmukat nyomják le, egyébként nagyon sokszor szerintem, pont a másiknak az önbizalom hiánya
betül ki. Igen, úgy akar a másik kompenzálni. Azért, hogy... Tehát azért tartanak búra alatt, és próbálják, hogy ne derüljön ki, hogy a király mesztelen, és nekem sincs. Hát a narcisztikus. Igen, igen, hát ez, egy, igen, ez, ó, hát ez igen. Ezek is olyan fantasztikus szavak, mint ami a mai, tehát szerintem a mai palettán megvan, de hogy ezt föl lehet-e ismerni, hogy mit lehet ezzel tenni? Tényleg, ahogy mondod, hogyan lehet fejleszteni szerinted az embernek az önbizalmát? Hogy magaddal? Biztos szemben. Különböző technikák is vannak, meg nyilván jó az, hogyha az ember megveregeti a saját vállát, hogyha akármilyen apró dolgot mondjuk sikerült megcsináljon, vagy jól érzi magát, hogy na, ezt most oké, ezt elintéztem, de ügyes vagyok. Vagy például, mint ahogy régen beszéltük, hogy fűben fában orvosság, most én például rákattantam ezekre az ásványokra, a féldrága kövekre. Azok között is vannak olyanok, amik növelik, tehát a rezgésük alapján növelik például az önérzetet, vagy az önbizalmat adnak. De egy csomó más dologra is jó. Legközelebb találkozunk. Igen, ideig én ennél sokkal gyakorlatilasabb vagyok. Egyszer egy számomra fontos ember azt mondta, hogy felszínes vagyok és középszerű. Nagyon-nagyon fájtak ezek a mondatok. Nem a férjem volt. Nyilván bántani akart, de hát pontosan ugyanúgy beleégnek az emberbe ezek a mondatok, mint amit te most felemlegettél. Hónapokig, meg talán évekig cipeltem is, rettenetesen fájt. És azóta, hát dolgoztam rengeteget magamon, nyilván a szakember segítségével, de átfordítottam ezt az egészet, és hogy az van, hogy az embernek akkor jön meg az önbizalma, hogyha azt, amit éppen csinál, azt a tudása legjavával szolgálja. Tehát én elkezdtem magam elképesztő módon fejleszteni, hogy beleköthetetlen legyet, hogy én magam számára, nem mások számára, magam számára, hogy legalább én tudjam, hogy de én megtettem mindent. Hát ezt mondtam egyébként az elején, hogy tudod, hogy mit akarsz csinálni, és hogy hogyan, és utána kigyakorlod azt. És azáltal kapsz egy rutin. Egyébként szerintem ez a legfontosabb, amikor az ember felismeri azt, hogy mi az, amiben talán vannak gyengeségei, vagy amitől tart, hogy ezt mások abba belekapaszkodhatnak, akkor azzal kell foglalkozni. Mert hogyha arra képes vagy, hogy egy utatot végigjárj, akkor utána tényleg azt tudod mondani, hogy ezt én most megcsinálom, ezt el nem veszi tőlem senki soha a büdös életben, ez mindig az enyém marad. Mondjuk én képes vagyok arra, hogy ez megtörténik ma, és holnap ugyanolyan önbizalom hiányzik. Tudom, kinyugodj az ajtót, és de hogy ez döbbenet, tehát akár ugyanazon a műfajon belül, hogy konkrét példát mondjak, tényleg heti szinten, nem tudom én hány száz gyerek és felnőtt előtt állok színpadra, és énekelek élőben, élő zenekarral. És elmentem egy show műsorba, felkértek, hogy énekeljek, életemben még olyan rosszul nem éreztem magam, annyira azt éreztem, hogy én vagyok a legbénább, a legborzalmasabb, hogy hamis vagyok, hogy rosszul énekelek. De Réka, minden színpad más, máshogy hallod magad, és ez teljesen normális. De várjál, és hazamentem, és mint egy kislány, 3-4 órán keresztül zokogtam a férjemnek, aki nem hitte el, hogy ez hogy, és így. És itt jön be a képbe a szakember, aki most majd mindjárt segíteni fog nekünk, azért hívtuk, mi hármunknak is. Dr. Pickó Katalin, pszichiáter, coach segít nekünk egy kicsit eligazodni az önbizalom hiány erdejében. Már itt a beszélgetésünk elején ugye felmerült, hogy ez az önbizalom mennyire bontható akár a világnak különböző részeire. Mi nők, drága Kati, hogy állunk önbizalom terén? Hát ha Magyarországot nézzük, akkor azt gondolom, hogy nem annyira jól. Ez nem feltétlen csak a nőkre vonatkozik egyébként, tehát hogy ezt így kiterjeszthetjük, aminek több oka van. Meg gondolom az a lényeg, hogy vajon miért, hogyha már van egy ilyen elképzelésem, hogy nem állunk annyira jól, vajon mi lehet ennek az oka. És hát az egyik oka, hogy azért ez egy ilyen transzgenerációs cucc, ami öröklődik, tehát hogy a minta az, ahogy mondjuk reagáltak ránk a szüleink, vagy ahogy egymásra, vagy ahogy ők megélték saját magukat a világban, azt a mintát, azt így visszük tovább. Akkor ezt, hogy jól értem, hogy bele van kódolva a génjeinkben? Igen, hát azt látjuk kiskorunkban, mint a szivacs magunkba szívjuk mindazt, amit látunk, ahogy a szüleink viselkednek, ahogy ők a világhoz viszonyulnak, ahogy saját magukhoz viszonyulnak, azt is. És akkor ezt így visszük tovább, ebből építkezünk. És a másik pedig, ami nagyon fontos, hogy Virginia Satir, aki egy ilyen családpárterapeuta, ő azt mondja, hogy az önértékelésünk az a nevelés során alakul ki. Tehát hogyan nevelnek bennünket? Hogyan próbálnak befolyásolni a szüleink?
miket mondanak nekünk? Lusta vagy, trehány vagy, rendetlen vagy? Mennyire jelennek meg ezek a minősítések például, amik aztán önbeteljesítő jóslatként elkezdenek működni? Tipikusan ez a ugye rossz vagy, rossz vagy, rossz vagy, és rosszá válik a gyerek, mert valami érez, mint egy ilyen mantrává esik a fejére rá. De hogy alapvetően azért van személyiség függő, tehát alapvetően személyiség függő is az, hogy valakinek van több önbizalma, vagy sem. Tehát attól függetlenül, hogy most azt mondta az édesanyám, mondjuk, hogy nem tudok énekelni, vagy azt mondja valakinek az apukája, hogy ezt nem tudja megcsinálni. Tehát, hogy ki tud-e nőni azért abból egy színes virág? Na, hát a személyiségünknek egy része az önbizalom, és az, hogy tudok-e változtatni rajta, hogyha én magam nagyon negatív visszajelzéseket kaptam, akkor azt gondolom, hogy igen, de azért annak a lenyomata, tehát a személyiségünk az a gyerek fejlődése kapcsán is, tehát a gyerekkorunkban is formálódik. Az oké, hogy van egy genetikai állomány, de hogy abból mi valósul meg, mi bontakozik ki, az nagy mértékben befolyásolja az a millió, hogy mondjuk mennyire éreztem szeretve magam. Láttunk már arra is példát, hogy valaki csak azért is, mert be akarja bizonyítani, hogy jobb válik mondjuk nagy klasszis sportolóvá, vagy elismert művésszé. Tehát gondolom, Klau, erre is utaltál. Hogyha valakinek benne van a személyiségében, annak ellenére, hogy folyamatosan minősítették, folyamatosan bántották, lehúzták, pont azért emelkedik föl. Igen, ugyanakkor ennek van egy olyan veszélye, hogy megjelenik a megfelelés, a bizonyítás, a görcsösség, a kellek, és akkor nagyon sokszor ez a kompenzáció megjelenik úgy, hogy valaki hihetetlen eredményeket, kézzelfogható sikereket él el, és belül mégsem éli meg azt. Jaj, nem, halálosan, ez annyira egyébként, ez a szó, ez a kellek, ez az egész életemet átlengi, hogy kellek. Vagy kellek, hogy elég jó vagyok. Kellek egy férfinak, kellek a közönségnek, kellek egyáltalán bárminek az életben, a gyerekeimnek kellek. Tehát szerintem ez kiüthetetlen. Tehát azért nagyon, már nem tudom szebben mondani, genyó dolog, hogyha a szülő nem jól nyúl a gyerekéhez. Néha ilyen fényképek maradnak meg az ember életéből, és nem tudhatja egy szülő, hogy pont az a pillanat lesz meghatározó. Szülőként mindannyian tudjuk, hogy megpróbálsz a legjobb anyja lenni a gyerekeidnek, meg a legjobb apja, de hát azért mi is ember. Egyébként a kulcs szó tényleg szerintem a szeretettel kell megoldani a nevelést. Tehát, és középen kell lenni. Nyilván meg kell mondani a hibáit is a gyereknek, de bátorítani is kell mindeközben, és minden szeretettel. Tehát, hogy amikor a hibákat mondod, azt érezze a szavaid mögött, hogy most utál az anyám, apám. Milyen különbség van akközött, hogy azt mondod egy gyereknek, hogy buta vagy, vagy az, hogy amit csinálsz, az most butaság? Igen, bár én még azt gondolom, hogy abban is ott van a minősítés. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mondhatom azt, hogy ne... Ugye, ha azt mondom, hogy buta vagy, akkor a személyét minősítem, az a legrosszabb. Tehát, hogy abban teljesen igazad valék, hogy az a lehető legrosszabb. Ugyanakkor, hogyha azt mondom, hogy ez micsoda butaság, vagy milyen hanyag a dolgozatod, abban is benne van a minősítés, csak akkor, vagy micsoda kupleráj van a szobádban, csak akkor a környezetét, vagy a munkáját minősítem. Ehelyett mondhatom azt, hogy ez meg ez, mit tudom én, ott van a szoba közepén a cipőd, és engem baromira zavar. Tehát beszélhetek saját magamról, és akkor az már nagyon máshogy hat. Ezt egy Gordon nevű ember úgy hívja, hogy teközlés, amikor a másikat minősítem, és a teközlések azok így be tudnak épülni a személyiségünkbe, és ez az önbeteljesítő jóslat. És a másik pedig az én közlés, hogyha magamról beszélek, elmondom azt, hogy én mit érzek, meg nekem mi lenne a fontos. Tehát elmondom azt, hogy... mi van, ott van a szoba közepén, engem baromira zavar, nekem fontos lenne magam körül a nyugalom, vagy a harmónia, vagy a rendezettség. Igen, csak amikor az embert elönti a harctéri ideg, akkor viszonylag nehezen fontolja. Tehát akkor 47. napja ott az a pohár, akkor nem biztos, hogy az jut eszembe, hogy hát engem ez a pohár, 47. napja zavar. Az indulatotokat ki lehet fejezni. Tehát nem kell ilyen nagyon tárgyilagosan mondani, hogy... engem nagyon zavar, hanem mondhatom azt is, baromi pipa vagyok. Tele van a hócipőm, tehát hogy ezeket kimondhatom indulattal is. De mindig én magamról beszéljek, és ne ő róla. Jó, oké, megpróbáljuk. De mondjuk, vegyük úgy, hogy mondtak ezt-azt nekünk a szüleink, ilyet-olyat, és ezek beégtek.
valamivel, van olyan írógép, amivel ezt ki lehet törölni. Tehát van olyan kihúzó. Tehát, hogy vagy nem is kitörölni, hanem tudatosan erre figyelni és átdolgozni. Ha már ilyen írógépbe, amivel ki akarom törölni, hogyha így fogalmazzuk meg, minden kapcsolatunk, beleértve a párkapcsolatunkat is, egy új lehetőség arra, hogy saját magunkat másmilyennek éljük meg. Igen, ez egy nagyon jó, mert én is mindig úgy képzelem, hogy mindig ezt mondom a gyerekeimnek is meg, hogy minden nap egy új nap, egy új dolog. Tehát ugye nincs, hogy ez most már megtörtént, és ezen már nem lehet változtatni. Mindenen lehet, sajnos egyetlen dolgon nem a világon, amikor vége lesz egy életnek. De alapvetően ez tényleg így van, csak szerintem a legnagyobb kérdés nem az, hogy lehet-e, hanem hogy hogyan. Tehát, hogy hogyan tudok hozzányúlni saját magamhoz, és most teljesen a 12-es korikában gondolkozom, de hogy hogyan tudom azt tényleg, tehát hogy ami eddig mindig, mint egy ilyen Pavlov kutyája, ugyanazok jöttek be, ugyanazok a helyzetek. És erre mondta azt például Réka nagyon jól, hogy hogyha végigcsinálsz egy folyamatot, amivel tudod, hogy gyenge vagy, vagy szokott problémád lenni, és azt te végigcsinálod, és akkor egy sikerélményed lesz. Ennek van egy, mondjuk, hogy egy ilyen kognitív tudati része, hogy mit gondolok magamról, és ez azért összefügg azzal, hogy milyen érzéseim vannak magammal kapcsolatban. És az, hogy mit gondolok magamról, abban például lehet készíteni, mi úgy hívjuk, hogy belső erőforrás térképet. Tehát így megnézhetem, hogy tulajdonképpen milyen erőforrásaim vannak. Erőforrásom minden pozitív, szeretetteli kapcsolat. Erőforrásom minden siker, amit elértem, de ebbe így érdemes belemenni, hogy mi is volt ott, mit éltem meg, minek örültem, milyen érzés volt az. Tehát így konkrétan akkor van ereje, ha beleélem magam mondjuk egy múltbeli pillanatba. De erőforrásom lehet minden kudarc, amivel meg tudtam birkózni, amiből tanultam valamit, ami máshogy mentem tovább. Erőforrásaink lehetnek a céljaink, a célkitűzéseink. Szóval rengeteg erőforrásunk van, de ez nekem nagyon sokszor ilyen kognitív szinten jelenik meg. Az, amikor, ugye van az a nagyon szép sora József Attilának, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban, nem tudom pontosan, hogy van, de hogy másban moshatod meg arcodat. Tehát, hogy amikor egy másik ember tükrén keresztül kezdem el másmilyennek látni magam, és megélni, mert ugye minden párkapcsolat, minden visszajelzés az egy tükör. Ahogy rám néznek, a tekintete a másiknak is egy tükör. Tehát, hogyha az ember egy ilyen szeretetteli kapcsolatba kerül, és másnak éli meg magát, minden nap, mondjuk reggel úgy kell fel, hogy szeretettel néznek rá, és így, amikor betöltjük a szoftvert saját magunkkal kapcsolatban, tehát így, hogy milyen én élményem van magammal kapcsolatban reggel, mert ezt így éjszaka lerakom és elfelejtem, akkor, és egy ilyen pillantással tudok felébredni, akkor valami azért elkezd az ember világában érzelmi szinten is változni. Annyira szeretném, hogy teljesen igaz legyen, amit mondasz, de én nagyon őszintén mondom, hogy nálunk ez például sokszor okoz problémát, hogy én nagyon csúnyának, nagyon elveszettnek látom magam, és ott áll velem szemben a csodás férjem, aki csodaszépnek és fantasztikusan tehetségesnek, és mondom neki, hogy tudom, hogy amit mondasz, az biztos igaz a te gondolataidban, de én ezt nem érzem. És ez olyan jó lenne, hogy miért vagyok ennyire, ez végül is az ego, ami felülemerkedik, nem? A saját magamon. Tehát, hogy meg a rossz beidegződése. És miért az a biztonságot adó? Mert azt ismerem biztonságosnak. De azért, hogyha, bocsánat, ha megkérdezem tőled, hogy egyáltalán nem változik, tehát egy picit sem változott, hát az biztos, hogy abban a szempontból kell, hogy változzon, hogy most egy olyan életszakaszában vagyok az életemnek, amikor nagyon önállóan, nagyon öntudatosan, nagyon csak én magam, nem mások által befolyásolva csinálok dolgokat, pont azért, mert egész életemben csak végrehajtó voltam, rengeteg dologban, abban remek, csodálatos, de soha nem volt a saját kreativitásom, vagy az, hogy én megálljam a saját lábamon az életemet. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ezért, amit mondasz, hogy mindig van egy új nap, és képes az ember újra kinyílni, és mint ezek egy új virág. És ezek se töltöttek fel önbizalom, hogy ezeket megcsinálom? De mondom, ez egy folyamat, gondolom. De nagyon-nagyon gyorsan visszatudok, hogy zuhanni az ebben alján. Nagyon magamra ismerek. Valamelyik adás felvételekor mondtál valamit, ami hál' Istennek nem csak a rosszak ragadnak meg az emberben, hanem a jók is. Valami olyasmit fogalmaztál meg, hogy te
ugye elhatározás kérdése, hogy az ember a reggel fölkel, akkor jókedvű lesz, és boldog, és mosolyog. És ez nekem azóta rengetegszer jutott eszembe, amikor mondjuk szorongva, tehát tényleg, amikor szorongva keltem fel, vagy éppen rossz kedvűen, vagy úgy éreztem, hogy most türelmetlen voltam a gyerekeim, és akkor tök nehéz ezt nem tovább cipelni, hanem azt mondani, hogy de ez most tényleg egy új nap, és tényleg tök sokszor jut eszembe, és ez nekem például segít. Vagy nem csak napra lebontva, hanem pillanatra, hogy a mostban lenni. Tehát, hogyha most tényleg semmi bajod nincs, és minden oké körülötted, akkor ne pörgesd az agyad olyan, hogy jaj, ez majd úgyse fog sikerülni, vagy most milyen, mi vár még rád, hanem most minden oké, és akkor próbáljunk megragadni abban. Ez hatalmas energiavesztés egyébként ez, amit Bedi mondasz, mert szerintem az, hogy nem a pillanatban vagy, hanem minden más. Már előre az, parázol az, valami az, a jövőbe, vagy az, pedig aggódsz. Az teljes mértékben egyébként szétforgácsolja akár az önbizalmát is az embernek. Ha már az a kérdés, hogy hogyan tudunk átalakítani, hogyan tudjuk átalakítani magunkat, hogyan tudunk önbizalmat varázsolni magunknak, akkor van még két lehetőség, azon túl, hogy tudatosítom magamban az elért sikereket, a készségeimet, a kapcsolataimat, a céljaimat. És az egyik az az, hogy emeljünk fel másokat. Ha elkezdünk fölemelni másokat, másnak önbizalmat adni, mást elismerni, azzal mi magunk is szárnyakat kapunk, és mi magunk is emelkedünk. Ez az egyik. A másik pedig, ugye ennek a énkép meg önbizalom, önbecsülés témának van egy nyugati módszertana, most mi arról beszéltünk. A nyugati módszertan az az, hogy ez a belső narratíva, belső beszéd saját magunkról, ahogy magammal beszélgetek, az legyen minél pozitívabb. Tehát, hogy így milyen készségeim vannak, miket értem el, a kudarcot keretezzük át, stb. De van egy keleti megközelítése is, és az inkább már ilyen spiritualitásához kapcsolódik, hogyha az ember tudatosítja magában, hogy bármi is folyik az elménkben, bármi, az csak egy gondolat. Egy jövő menő gondolat, ami változik, úgy, mint az égen a tobakúszó felhők. Tehát nincs olyan jelentősége keleten, inkább azt mondják, hogy ne a gondolataidat változtasd meg, hanem a gondolataidhoz való viszonyulást változtasd meg. Ne vedd olyan komolyan a saját gondolataidat. Kiderül, hogy keleti bölcs vagyok. Namaszté. Azonnal lótuszülésbe kérlek szépen, mert ezt mondta egyébként, ugye Réka. Hát most egyben biztos vagyok, hogy a tömegek, akik most meghallják, hogy itt vége a beszélgetésünknek, ránk támadnak, és nem azt mondom, hogy ettől önbizalmunkat, de lehet, hogy kezünket, lábunkat veszítjük. Kati, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és nektek is. Hát remélem, hogy a következő epizódban egy kicsit nagyobb önbizalommal vágunk bele, bár nagyon sokszor nem is gondolják az emberek, hogy pont akik itt ülnek, nekik van a legkevesebb, de én azt kívánom, hogy legyen otthon mindenkinek, nem beszélünk zöldségeket, ebben biztos vagyok, találkozunk legközelebb. Köszönöm szépen!